Ház tisztelt képviselőtársaim, azt hiszem a ciklusnak egyik legfontosabb kérdésköre került ismét napirendre, nevezetesen a földügye. Ha ezt az erőforrást, ezt a korlátozott a rendelkezésünkre álló természeti erőforrást a jelen generációk és a következő generációk számára nem tudjuk megőrizni, bármilyen érdekek ezt megakadályozzák, bizony nagyon nagy bajban lesznek, nem csak a jelen generációk, hanem a gyerekeink, unokáink is. Tehát ilyen értelemben üdvözlendő, és magam is örülök annak, hogy a kormány a földvédelmi törvényt idehozta. Jó néhány kérdést, amelyet fölvetett, és amelyekkel a problémákra reagál, magam is úgy látom szabályozásra szorul, és azok a lépések, amelyek e tekintetben szigorítanak, azt hiszem üdvözlendők. Ugyanakkor agályosak azok a lépések, amelyek enyhíteni látszanak a szabályokat, és ilyen is van. Egyet talán említhetnék, ez a belterületbevonás kérdésköre, ami bizony a föld árbeli különbségeket jelentősen megváltoztatja, megnöveli. Egy külterületi terület ingatlan értéke a földpiacon egészen más, mint egy belterületi ingatlané, és ez bizony lehetőséget kínál különféle spekulációkra. Azt remélem és azt gondolom, hogy talán ez az egyszerűsítés, amit államtitkár úr így volt szíves mondani, hogy egyszerűsödik a belterületbevonás, ez nem fog ilyen következményekkel látni. A művelésből kivont területek aránya elképesztő, 1,5 millió hektár Magyarországon valóban, és növekszik, ahogy ezt láttuk. Tehát minden olyan lépés, ami ezt a folyamatot erősíti, rossz, és minden olyan lépés, ami ezt gátolja, jó. Azt a törekvést én üdvözlöm, hogy a nem művelés, vagy a felhagyás, a korábban művelt területek felhagyását megakadályozni szándékozik, és erősíti azokat az intézkedéseket, amelyek ezeknek a területeknek a művelését fogják reményeink szerint eredményezni. Ugyanakkor, mint általános vitában vagyunk, föl kell vetni azokat a kérdéseket, amelyek a föld megvédésének egyéb összefüggéseit jelentik. Ugyanis nem csak a nem művelés okoz problémát, hanem a föld használatnak a mikéntje is, és ez a nagyobb terület. Itt több szempontot érdemes, a használat intenzitása és formája, a gazdálkodás módja. Az az iparszerű monokultúrás gazdálkodási rendszer, ami általánosan elterjedt a világ számos térségében katasztrófához vezet. Magyarországon erózióval és deflációval érintett területek aránya meghaladja 60%-át a művelt területeinknek, ami azt jelenti, hogy erős erózió esetén azt jelenti, hogy gyakorlatilag eltűnt a termőréteg. Nem csak úgy, ahogy ezt Scharinger Kenyeres Tamás mondta, hogy egy rabló gazdálkodás révén egy tőkebefektető letermeli a földet, és ez nem csak az ültetvényeknél, vagy nem csak a csemetekerteknél jelentkezik, hanem látjuk ezt, egy jó termő réteget akár el lehet hordani valamilyen jogcímen. Tehát nem csak ilyen módon romlik bizony a talajunk termőképessége, egy erős eróziónak vagy deflációnak kitett terület, ami épp az iparszerű gazdálkodásnak a következménye lehet, amely megszünteti az erdősávokat, fasorokat, és egybeművel nagy területeket, mert hogy a gépi munka meg az egyéb munka hatékonysága nagy lesz. Nos, ez legalább olyan mértékben rontja a talajok termékenységét. Elveszíthetjük a termőréteget, a termőtalajainkat ilyen módon. Egy erős eróziónak vagy deflációnak kitett terület gyakorlatilag alkalmatlan már a művelésre. De ugyanígy a talajoknak az elsavanyodása is. Ha savanyító műtrágyákat használunk, és az iparszerű rendszer gyakran használ ilyesmit, és nagy mennyiséget akarunk előállítani, mert tömegtermelésről van szó, mondjuk egy monokultúrás termesztésben, az erősen savanyú talajokon gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy ráállni sem lehet, mert mint a sósav kimarja a cipő talpát. Nemhogy növényt nem lehet rajta termeszteni. Beszűkül a spektrum, és semmire nem használható az a terület. Így is el lehet veszíteni. Tehát a gazdálkodás mikéntje, módja az önmagában talajvesztéshez vezet, miközben formálisan ott a talaj, de már nem él a talaj, mert olyan a vegyszer terhelése például, és az élve felépített talaj képes ellenállni az eróziónak, deflációnak is. Az öregek ugye ezt mondták nekünk, és a bölcsek voltak, meg generációk során ezt tapasztalták.
Tehát ha nem él a talaj, hiába kerül be rengeteg szerves anyag, ahogy szokták mondani, és humusz képződik a talajban, ami a szerkezetéhez kell, ez a szerves anyag le sem bomlik. Hát ott találunk 10 éves, 20 éves monokultúrás kukorica területeken nagy fertőzési gócokat, a gyökér szármaradványok bekerülnek a talajba, anélkül, hogy lebomlanának, abból hasznos szerves anyag a talajba soha nem lesz, inkább fertőzési góc lesz. Tehát föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy valamilyen módon, sokkal erőteljesebben hatással kéne legyen a törvényhozás is, és az egész szabályozás, meg az ösztönző rendszerünk is arra, hogy a talajokat arra és úgy használjuk, amire azok adott helyen alkalmasak. Ez a táji alkalmazkodás, ez sokkal fontosabb a talajok megőrzésében, mint ahogy ezt sokan gondolnánk. Egy orvosi példát hoznék ide, Seje János Stressz, Distressz című könyvében ír arról, hogy mindenkinek megvan a használati intenzitási foka, ide fordítom le a talajra, ahol jól érzi magát. Az alulhasználat az embernél is, ott az unalom öli meg. A túlhasználat, ez a menedzser szindrómának szokás mondani, a túlpörgésben pedig infarktust kap, és úgy pusztul el. A talajok megőrzésének alapeszköze, hogy megtaláljuk azt az intenzitási fokot és formát, ami az adott talajra jellemző. Ott kell a legkevesebbet egyébként kívülről energiát bevinni a talajba, ami rongálja a talajt, a többlet ráfordítás. Másrészt gazdaságilag is ostoba, hogyha hosszú távon nézzük az ilyen rendszer, hanem a természeti adottságokat használja föl. Itt egyetértve Varga Gézával sokkal erőteljesebben kéne ösztönözni a földhasználatnak a tájhoz illő formáit. Akár a foggazdálkodásról beszélünk, ami a folyóvölgyeinknek hát egy hagyományos használati formája volt. Nem küzdeni kell a vízzel, hanem együttműködni, hogy ezt az öregek csinálták. Nagyon okosan. És nem a gátakat emelni az égig, hanem olyan földhasználati formát kialakítani, ami ott működik azon a tájon. Amihez a legkevesebb beavatkozásra van szükség. Mert az ember beavatkozik ezekbe a rendszerbe, egyre több mellékhatása van, ahogy azt a vicc, a Sinkovics Imre féle viccet idehozom, amikor a gyógyszernek mellékhatásaira újabb gyógyszert kell fölírni, és az aztán egy ördögi kör, amiből nem lehet kilépni. Jobban járunk, ha a tájakhoz illeszkedő, alkalmazkodó gazdálkodási rendszereket alkalmazunk. Egy monokultúrás, iparszerű rendszer lehet, hogy a tőke befektetőnek jó jövedelmet hoz mondjuk a bioetanolgyártás. A dunaföldvári 100 000 tonnás bioetanolgyárunk, kérem, 80 000 hektár monokultúrát kíván a környezetében. Méghozzá tömegtermelő, nagy mennyiségű biomasszát kell kicsikarni abból a földből, ami azt jelenti, hogy rettentes terhelés éri a területeinket, és a természettel teljesen ellentétes használatról van szó. Arról már nem is beszélek, hogy ez az ostoba, okszerűtlen környezethasználat munkahelyeket szüntet meg a térben. Mi kiszámoltuk azt annak idején, hogy egy ember foglalkoztatása az egy ilyen ostoba használat, ami lehet, hogy mondom a tőke befektetőnek jó, 174 hektáronként tart el egy embert. Hát akarunk mi akkor egyáltalán embereket foglalkoztatni egy ilyen rendszerben? Ráadásul ez nem lehet semmit csak kapcsolni, hogy ennek a vidéki összefüggését is említsem. Hát erre nem lehet kézművességet építeni, nem lehet vendéglátást, falusi turizmust, kereskedelmet, semmit nem lehet. Hát ki az a bolond család, aki a 100 kilométeren keresztüli kukorica területen akar regenerálódni a két hetében, amikor szabadságra megy? És esetleg kéri még, hogy a szárítóüzem mellett legyen a szobája, mert ott szeretne. Hát ilyen nincs, ehhez semmi nem kapcsolható. Ostoba használat, és tönkre teszi azt a színes táji adottságot, termelői adottságot, ami a különbségekből fakad éppen. Ezt kell kihasználni, és ez a legjobb talajvédelem. A másik dolog az, hogy kinek a kezében van a föld. Kérem, nem csak a szabályozás képes megvédeni a talajainkat, sőt elsősorban nem csak az, hanem az, hogy ki használja, és milyen a viszonya a földhöz. Ezért mondtuk azt, hogy 4 törvény lenne az, ami megalapozná egy tartalmas földügyet Magyarországon. Ugye azt mondtuk, hogy kellene a földtörvény, ami a védelem és használat együttesét kezeli, mert ezek összetartozó ügyek. Nem lehet megvédeni úgy a földet, ha a használati rendszerekkel kellőképpen nem foglalkozunk. A másik volt a családi gazdálkodásról szóló törvény, mert hogy más a viszonya a családnak. A jó gazda gondosságát csak ez a fajta gazdálkodási mód képes biztosítani. Ha egy tőkebefektetői érdek jelenik meg, az a december 31-i
nyereségbe érdekelt, a tőke hozadékába érdekelt, és nem abban, hogy tartamosan működjenek az erőforrásokat. Ezt látjuk Dél-Amerikában. Milyen módon írtották le az őserdőket, tették tönkre a talajokat, űzték el az embereket. Nem lehet a tőkés nagybirtokra alapozni, ezt szeretném elmondani, a magyar mezőgazdaságot nem csak a vidék miatt, meg nem csak a foglalkoztatás az emberek, a közösségek miatt, hanem a föld megvédése miatt sem. Alkalmatlanok erre. Ha erre nem figyelünk, akkor lehet mindenféle szigorításokat hozni, de maga a rendszer nem változik meg, amelyben aztán végül nem védhetők meg az erőforrásaink. Ugyancsak ebből az ostoba iparos szemléletből fakad, bocsánat, hogy így vagyok kénytelen mondani, és elnézést a kifejezésért, hogy amit nem művelünk terület, az mindig és minden esetben veszteség, vagy kárt okoz. Ez nem így van. Kérem, az erdészek mérték ki? És az erdészek alapos emberek, mert hosszú távra terveznek, tudják, hogy évtizedekre hatása van egy-egy intézkedésünknek, különösen az erdőben. Kimérték, hogy egy fasor, vagy egy gyepsáv, egy erdősáv, amit nem műveltünk meg, az nem, hogy nem káros, persze egy magasságnyi távolságra befelé a táblába elvon vizet, tápanyagot von el, és a többi a talajból, meg gyomosít, amit szoktak mondani. De az egyszeres magasságon túl, tehát mondjuk 10 méter magas egy fasor, akkor 10 méteren túl a táblára bemenve haladunk befelé, és nő a termés, mert olyan mikroklímát teremt. Tehát az alföld fásítása erről szólt. Nem csak, hogy megvédi a talajainkat a deflációtól, eróziótól, a bolygatatlan felületek hálózata, hanem kedvező hatással van a védett oldali mezőgazdálkodásra. A páratartalom más, a csapadék más, kimérték az erdészek. Elérheti az ötszörös távolságra, mondjuk 50 méterre beballagsz egy búzatáblába, elérheti az 50%-os növekedést egy mintatéren a termés. És 12-szeres távolságig hat, ott cseng le. Ez mondjuk 120 méter egy fasornál. Hát ostoba, aki kiírtja ezeket a rendszereket, mert 5%-nyi területet újra kap, és azon is gazdálkodni akar. Ráadásul ezek a felületek olyan felületek voltak mindig is, amikor működött még ez a rendszer, amelyek kevésbé alkalmasak a művelésre. És hát nem kell a fatövébe mezőgazdasági növényeket vetni. Hát ez egy, sose vetettek. Hát a védett oldalon földutak voltak, ahol a szekér hazaballagott. Hát milyen ostoba rendszer az, ami kiírtja ezt, mert azt mondja, hogy veszteség az az 5%, amit egyébként most az Európai Unió úgy látom elő fog írni. És Magyarország kézzel-lábbal tiltakozik ez ellen. Amit Varga Géza finoman mondott, hogy hát úgy látta, hogy a magyar tárgyaló delegáció hát nem ért egyet ezzel a zöldítéssel. Erről van például szó, hogy az agrár sivatagot, amit az iparos nagyüzem csinált, azt újra egy élhető tájját tegyük, és védjük meg a talajainkat. Ehhez az kell, hogy bolygatatlan felületek legyenek a tájban. 7%-ot javasolt Csolos, a magyar delegációs erőteljesen próbált ezt csökkenteni, most 5%-nál tart. Én azt szeretném jelezni, hogy talajvédelmi szempontból ostobaság, ha kiírtja ezeket a felületeket. Jól lehet, a december 31-ével számolva lehet, hogy hát egyben művelhető területek nagyobbak, és ez eredményt hoz. Az egyéb célű kivonás kérdését is szeretném én is fölvetni, ez a bányanyitással kapcsolatos ügyek, illetve a művelésből való kivonás megakadályozása. Azt hiszem, itt talán még erőteljesebb szigorra lenne szükség. Én magam is egyetértek azzal, hogy bizony a jó területeinket, azokat a 30, de sok helyen 40 aranykoronás területeket a törvény szigorában meg kéne tiltani, hogy egyáltalán ki lehessen vonni és másra lehessen használni. Ez egy véges erőforrás. Ez a megélhetésünket, a nemzet biztonságát jelentő élelmiszertermelésünknek az alapja. Mi lehet az az érv, indok, ami miatt ezt érdemes kivonni, de legalábbis egyetértve Varga Gézával azt hiszem, hogy egy lényegesen nagyobb illetéket kéne kivetni, ha a művelési ágváltásról van szó, hogy Tamás mondja, vagy hogyha egyenesen hát egészen más megvásárolja és más célra akarja használni. Itt sokkal szigorúbban kéne ezzel eljárni. Ez egy véges erőforrás, amit nem lehet továbbiakba pótolni. Végül egy dolgot, amit Gögös államtitkár úr volt szíves említeni, hogy nem lehet korlátozni a tulajdonos tulajdonával kapcsolatos rendelkezési jogát, de igen. Zoli, ezt korlátozzák is. Pontosan azért, mert a föld az nem ceruza olyan értelemben, mint a más tulajdon, hanem ez egy véges erőforrás,
a közjót kell szolgálja, és a megmaradásunkról van szó, ezért igen, korlátokat kell szabni. Nem lehet olyan módon használni a földet, ami ezt az erőforrást tönkreteszi, úgyhogy minden olyan intézkedést a magam részéről örömmel fogadok és támogatok, ami a közjó mentén beavatkozik ezen erőforrásunk megvédése érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Parancsoljon! Scheringer Kenyeres Tamás fölvetésével kapcsolatban nagyon fontos kérdésről van szó, elveszítjük a talajaink egy részét, hogyha ezzel a problémával nem foglalkozunk. Régen meszeztek, ugye méztrágyázás, melioratív meszezés volt. Ha ezt az európai közösség így úgy amúgy megnehezíti, nekünk magunknak kell erre forrást találni, mert ez az erőforrás sokkal értékesebb annál, sem hogy hagyhatnánk, hogy tönkre menjen. De egy megjegyzést szeretnék, itt a gondolkodáson is egy kicsit változtatni kell. Van egy olyan könyv, iparszerű rendszer talajerő visszapótlásával foglalkozik, biztosan ismerik itt sokan, a kis agrokémiai útmutató. Ha belenéztek ebbe a könyvbe, az erre az esetre nem azt mondja, hogy akkor szüntesd meg a problémát, például a foszfortrágyázásnál, hanem azt mondja, hogy adj több foszfort. Foszfor korrekciót javasol. Tehát ez az ostobaság, hogyha nem a problémát szüntetem meg, hanem akkor azt mondom, hogy adj többet. Persze a foszforgyártónak, annak a tőke érdekeltségnek, aki műtrágyát gyárt, vagy növényvédőszergyárt, kiválóan jó ez, hát hiszen egyre nyitjuk a piacát, egyre többet tud eladni abból a foszforból, ami nem a növényhez jut, hanem tovább savanyítja a talajt. Tehát ez a probléma sokkal fontosabb annál, azt gondolom, amit Tamás itt fölvetett, sem hogy emellett elmehetnénk. Például ilyesmikre gondolok a szabályozásnál, a törvényalkotásnál, ezeket kell segíteni, az ilyen megoldásokat, ami az okokat orvosolja, és nem tüneti kezelést, mint a kis agrokémiai útmutat, hogy adj több foszfort. Köszönöm szépen. Két megjegyzést szeretnék még, elnök úr, ha megengedik, a problémakörrel kapcsolatban. Az egyik ez a túltrágyázás, túlhasználat van-e a Magyarországon, vagy sem, amit Örvendi László vetett föl. Én úgy látom, hogy ketté szakadt a világ e tekintetben is. Vannak szuperintenzív nagygazdaságok, ahol bizony ez a probléma fölmerül, és van egy leszakadó mezőgazdaságú tájak sora is, meg gazdálkodók is, akik pedig egyszerűen nem képesek arra, hogy a talajerőt visszapótolják egyszer, tehát legalább annyit adjanak, amennyi szükséges. Tehát ketté szakadt itt is a világ, egy ilyen bipoláris rendszer kezd kialakulni. Én azt hiszem, hogy ez nem jó. Környezetvédelmi, talajvédelmi szempontból sem jó. A másik, amire föl szeretném hívni a figyelmet, ahhoz, hogy beavatkozhassunk a káros folyamatokba, a talajromlás folyamataiba, ahhoz egy nagyon komoly monitoring rendszert kell működtetni. Azt hiszem, erre érdemes fordítani. Tudnunk kell, hogy mi történik, milyen folyamatok zajlanak. A TIM-TIR rendszerek, ezek ugyan megvannak, de sokkal nagyobb intenzitással kéne ezt a fajta problémát kezelnünk, a monitorozás, a figyelése a folyamatoknak, az adatgyűjtés, ezek feldolgozása, elemzése. Régen ez nagyon szisztematikusan ment, rendszeresen, időszakonként földolgozva azt, hogy milyen is az állapot, a talajainknak a mutatói, hogy néznek ki, a humusztartalom, a savanyúság és a többi, a talajtápanyagok formája. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, különösen a szerves anyagok ügyében nagyon fontos a változást figyelni, mert ez egy hosszú folyamat, nem is vesszük észre. Egy láthatatlan folyamat, egy 70-80 év alatt látszik igazán, és ha összehasonlítjuk az adatokat, látjuk, hogy vészel a talaj szerkezet, porosodik el, és terméketlenné válik a terület, hogyha erre nem figyelünk kellőképpen. És azt gondolom, itt csatlakozom Túri Kovács Béla képviselő úr megjegyzéséhez, bizony itt oktatásra, és nem csak a reguláris oktatásra gondolok, hanem bizony a népfőiskolákra is szükség lenne, hogy a magazdálkodóit is valamilyen módon bevezetnénk ezekbe az ismeretekbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Túri Kovács Béla elnök úr fölvetéséhez szeretnék kapcsolódni. Egyetértve, messze menően egyetértve azzal a megjegyzésével, hogy a földvédelemnek, de a helyi közösségek megvédésének is alapeszköze, hogy a kezükbe maradjon az az erőforrás. A falu kapja meg a földjeit, és azt látjuk, mintha nem ez a folyamat indulna el, vagy zajlana itt körülöttünk. Példát mondok, Lepsényben a földek 20%-át használják a gazdálkodó családok, 80%-a pedig egy külső befektetői köré, a Mezort csoporthoz tartozó Dél-Balaton Agro 3 éve lejárt szerződéseivel mindig újra megkapja tőlünk, a közösségtől ezt a földet, miközben 15 család, akik valóban a gyerekeikkel ott állnak a földön, és hát szeretnék megművelni a földet. És mi azt mondtuk nekik, hogy ti kapjátok meg.
És ez a földvédelemnek is az alapkérdése, mert hát jó állapotba akarja a gazdaságát átadni majd a fiának, meg az unokájának. Ez egy abszolút más szemlélet, mint a befektetői szemlélet. Nem sikerült mindeddig elérni, hogy ehhez a földhöz a helyi gazdák hozzájussanak. Mondom még egyszer, 20%-át használják a helyi közösség emberei annak az erőforrásnak, ami őket illetné. És a közösség, az egész közösség a magyarság szempontjából is alapkérdés lenne, hogy meg tudjuk-e a jövő generációk számára őrizni ezt az erőforrást. De hát mondhatom úgy kajászott más példákat. Somogyban olyan olasz érdekeltség van, aki be is keríti a földet, és át se tudnak járni a földeken a helyiek, nemhogy birtokolhatnák. Ez a földvédelemnek alapkérdése, és hogyha ezt az alaperőforrásunkat valóban nem a helyi közösségek fogják birtokolni, Csányi bekerítette ott az egy-egy gazdálkodót, hát minden szomszédja Csányi Sándor birtoka. Ez nem jó, nem a helyi közösség érdekei jelennek meg a földön, és ez nem, hogy a közösséget nem tartja, meg az erőforrásainkat sem hasznosítjuk megfelelően, ha azt a közjó szempontjából próbáljuk megmérni, mire is lenne való ez a korlátozott erőforrásunk. Köszönöm szépen. A képviselő úr, őt vagy Túri Kovács Béla képviselő. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy még egyszer szót kértem, de Tamás fölvetette, Sáringer Kenyeres Tamás képviselőtársam az állattartás kérdését. Hát ugye itt is az a kérdés, hogy milyen állattartásról beszélünk. Szakosított intenzív iparszerű telepekről csak olyan anyag jön ki, ami inkább rombolja a talajt. És mi ehhez adunk közpénzt, ilyeneknek a létrehozásához. Csípőtelek, csodafarm. Tudjátok, hogy milyen állattenyésztés van ott? Szarvasmarha tartás, 2400-as tehenészet, a napvilágot ezek a szerencsétlenek soha nem látják. Egy rácspadozaton áll a tehén, hát ott mindig istálótrágya keletkezett, méghozzá mélyalmos tartásban, hát szalmát teszünk alá, és keletkezik a kiváló istálótrágya, amit ki lehet vinni a földre. Itt nem, itt hiktrágya keletkezik, permetezik a teheneket. És 3,5 milliárd forintba került, aminek nagy része közpénz. Nem lenne szabad megengedni ilyen állattartást, ha közjó szempontjából nézzük, és például a talajok termékenysége szempontjából, mert hogy az érett istálótrágya, Tamás pontosan ezért vetette fel, mert érzi a súlyát ennek a dolognak, mert tudja, miről beszél, az nem csak tápanyagot pótol, hanem együtt a oltóanyag. A nem élő talajt élővé teszi. Egy olyan mikroba populációval oltja be, ahogy ezt szoktuk mondani, amitől újra él a talaj, működik, képes a növény táplálni aztán. Nem én etetem a növényt, hanem a talaj táplálja utána a növényt olyan mértékben, ahogy szüksége van a tápanyagokra. Na de ehhez istálótrágya kell, ehhez szalma kell, ehhez normális állattartás kell, ehhez az a parasztgazdasági állattartás kell, amiben ez keletkezett. Az a mélyalmos istálótrágya, ami ráadásul fűti az istálót, és a marha jól érzi magát bent rajta, hát hogy érik a trágya, meleget termel, energetikailag is kiváló az egész rendszer, ez az ostobaság pedig légkondicionál. Hát az én nagyapám forog a sírjába, bocsánatot kérek, és ezt közpénzből tesszük. Tehát itt vannak azok a problémák szabályozásban és támogatásban is, amin változtatnunk kéne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyetértve Túri Kovács Béla elnök úrral szeretném megjegyezni, hogy valóban én is úgy látom, hogy az alacsony aranykorona értékű, mondjuk kistermőképességű, de egyébként környezeti szempontból sokszor nagyon értékes területeket, mondjuk a nemzeti parki területeken egészen másképp kéne a földvédelemnek kinéznie. Nem tartom szerencsésnek éppen ebből a szempontból azt az irányt, ami kibontakozni látszik a nemzeti parki földterületekkel kapcsolatban. Ezeket egybe lehet művelni. Egy nagy szürke marhagúját, vagy egy nagy nyájat, egy racka cigája nyájat, vagy a mangalicákat is, hogyha extenzív módon akarom tartani, mert úgy tudom fönntartani azt a legelőt, mert hogy ezek az állatok alakították ki, tehát az kell, hogy ugyanaz az állatpopuláció, de csak olyan sűrűséggel legyen, és járhassa be a területet, ahogy az kialakította annak idején, mondjuk a Hortobágyi pusztát, vagy a Bugacot. Nem tartom ebből a szempontból szerencsésnek, és hát nyilván van erre magyarázat, hogy miért kell ezt csinálni, hogy a nemzeti parki ilyen nagy összefüggő területeket, minthogyha földarabolni látszana most a kormányzati törekvés. Én azzal egyetértek, hogy a helyi gazdáknak kell használni, de nem ilyen módon, hogy 20 hektáros parcellákat alakítunk ki mondjuk a Hortobágyon, mert az nem működtethető, az a táj így. Úgy védhető meg a talaj és azok az értékek, a természeti értékek, amik ott vannak, ezeken az alacsony aranykorona értékű, de természeti szempontból értékes területeken, hogyha a kialakító használati módot fönntartom. És az nem az volt sosem a földparcellázás.
ezeken a nagy pusztáinkon, ahol nagyon értékes földjeink vannak, de környezeti szempontból azok. Úgyhogy én megfontolandónak tartom, hogy milyen módon is kell aztán majd használni ezeket a területeket, mert ez a fajta használat eldönti, hogy megmaradnak-e azok az értékek, amelyek kifejezetten nagy értéket jelentenek. A nemzeti örökségünk részei ezek, amelyeket nem volna szabad más érdekek mentén feláldozni. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon fontos szeletét nyitotta meg, azt hiszem, Schiffer képviselő úrának a problémának. Nem elég a törvényekkel, hanem az adó- és támogatási rendszerrel, ami persze szintén törvényalkotást jelent, de nem földvédelmi törvény. Csak úgy lehet az erőforrásokat megvédeni, ha az azokban okozott kárt, annak elhárítási költségét ráterheljük arra, aki ezt a kárt okozta. Ez másképp nem megy. Illetve a támogatásokat megvonjuk attól, aki a köz vagyonában, mint amilyen a közjót szolgáló termőföld ilyen károsodást okoz. A magyar gyakorlat nem, hogy ráterheli ezekre az emberekre, hanem egyenesen például olyan módon biztosít földterületeket ezeknek a spekulánsoknak, hogy még az értékét sem kéri el. Ugye nem tudom, hogy áll a Hubertus, ugye jó lenne államtitkár úr erre is reagálna. A német bankárok 8000 hektárt elvittek a boltnap Balaton nagybereki állami gazdaság, hosszú ideje zajlik ez a per is, ahol 100 forintot kértek el, nem is 100, 10 forintot hektáronként a 8000 hektáros területre. Sőt, a szerződés azt tartalmazza, hogyha a bérlő, aki 99 évre kapta ezt a 30 év hosszabbítással ezt a lehetőséget, ha a bérlő úgy látja, hogy a gazdasági viszonyok úgy változtak, hogy sok lenne ez a 10 forint, kezdeményezheti a csökkentését, ami a pökhendi arroganciának egy elképesztő szintje, ha a közösség nem lép föl ez ellen, hanem ilyen kondíciókkal juttat területeket, ezeknek a spekuláns tőkéseknek, ahelyett, hogy a közösségeket hozná helyzetbe, a közösségek állama. Hát közpénzből tartjuk fönn az államot, a törvényeinek olyannak kell lenni. Itt egy megjegyzést, hogy forduljon bírósághoz. Tamás, te is tudod, hogyha a törvényben magába kódolva van a disznóság, amire van példa, most akkor nem akarok ide példákat hozni, milyen módon diktálják be azok a tőkéskörök a törvénybe a megoldásokat, akkor mehetsz te a bírósághoz. A bíróság azt mondja, hogy törvényes. Nem szokványos, de törvényes, ahogy annak idején az az MSZP-s miniszter annak idején mondta. Köszönöm szépen. Szépen. És...